Köszönöm szépen mindenek előtt a meghívást, és köszönöm a téma megjelölést is, mert ez a magyar történelemnek egy viszonylag nem tisztázott korszaka a maga komplexitásában. A nehézséget az okozza, hogy a sztepei népek, a mi őseink nagyon gyakran különböző birodalmakban összeálltak, szétváltak, másik konglomerátumhoz csatlakoztak, mindegyik nevén nevezte saját magát, és másképp nevezték őket a többiek, illetve a név megjelölés is az évszázadok, évezredek folyamán változott. A másik az, hogy bár volt írásos emlékük, mégis a helyzet az, hogy fára vésték leginkább, egy-két kivételtől eltekintve, amit majd megemlítek, a fa pedig az idők folyamán elkorhad. A másik, hogy az események, nem csak a népek, hanem az események, a háborúk, a vándorlások, az emlékezetben egymással összecsúsznak, összeolvadnak, de ugyanígy a személyek is. Nem sokkal jobb a helyzet a fennmaradt írásos emlékekben sem, ugyanis a latin-bizánci, az arabok kevésbé, általában több száz évvel az események után írták meg a tapasztalataikat, tehát ők is az emlékezetre hagyatkoztak. A nyugat-európai krónikaírásra pedig jellemző az, hogy általában ezeknek a népeknek az ellenségei írták meg a történeteket. Mondanám például Jordánészt, aki 500 körül írta a krónikáját, aki vizigót volt, tehát eleve prékoncepcióval jellemezte a hunokat, és jellemezték később a magyarokat. Tehát csak olyan módon lehet ezeket az adatokat kezelni, szétválasztani, a kompilációkat leválasztani róla, hogyha az ezzel a kérdéssel foglalkozó tudományok, felsoroltam, kritikusan viszonyulnak hozzá, és itt rendkívüli jelentősége van a filológiának, a szövegmagyarázatoknak, illetve azoknak a stabilnak, értékelhető tudományágaknak, azok eredményének, amivel nem nagyon lehet vitatkozni. A cím azt jelenti, hogy egy nagy kérdést kell feloldani, hogy kalandozó hadjáratok voltak, vagy ne adja Isten, más célokkal folytatott hadjáratok. Az, hogy dicső harcokról van szó, a magyar emlékezet évszázadokon keresztül így őrizte meg. Ugyanakkor viszont a nyugat-európai, itáliai, francia, germán és a többi krónikák nagyon gyakran használják a rabló hadjáratok kifejezést, ugye a Räuber bandékról írnak itt. Eszembe jut, hogy a fiam ötödikes elemista volt, és a Deutsche Schule-ba járt, és magyarázta neki a történelem a Die Ungarischen Räuber Bande. A gyerek jelentkezett, fölállt, azt mondta, hogy Kurszán vezért 904-ben meghívták a bajorok, orvul megölték és leült. Kapott egy ötöst, ami a magyar egyesnek felel meg. Hazajött, mondtam, hogy ilyeneket mondta, gyűjtögesse nyugodtan az ötösöket. Tehát egészen más a megközelítés, de végül is le kéne bontani róla az értelmeket, az elfogultságot, és meg kéne vizsgálni azt, hogy viszonyulnak ezek a hadjáratok a kor háború szokásaihoz. Az első kérdés az, hogy mikortól számítjuk ezt az időszakot. Általában megegyezik a történetírás, hogy 970 az Arkadiopoliszi csata az befejezte a hadjáratokat. Az, hogy mikortól számítjuk, 899-től vagy még előbbről,
Illetve, hogy vége van 971-ben is, ez nagy kérdés. Ugyanis, minek tekintsük azokat a hadjáratokat, amelyeket a krónikák szerint is ismerünk, és amelyet a magyarok vezettek már Krisztus után 836-38 között egy bolgár-makedón háborúban. Vagy minek számítanak azok a hadjáratok, amelyeket ugyancsak a magyarok vezettek bizánci szövetségben a Balkánra stabilizálni a kelet-római császárság katonai politikai helyzetét, amelyek közül a leglényegesebb a 892-es hadjárat volt, amit úgy tartunk számon, hogy Levente vezetett, és ami a bolgár hatalmat számolta fel, egyúttal lehetővé tette azt, hogy Árpád a fősereggel megszállja a Kárpát-medencét. Hogy minek számítanak azok a 862-ben és 881-ben biztosan végrehajtott magyar hadműveletek az Osztmárk a mai Ausztria területére, amit a keleti frank király Arnulf szövetségében végeztek, hajtottak végre. Kérdés az, hogy Árpád a medence megszállásakor kisebb-nagyobb ütközetek minek számítanak? Kalandozásnak számítanak, vagy nem? Minek számítanak a 970 utáni hadjáratok, amelyek bőségesen előfordultak, tessenek gondolni 1008-ra Szent István II. Basileios szövetségében felszámolta a bolgár hatalmat az Alduna mentén. Ugye tudjuk azt, hogy II. Basileios díszítő jelzője a bolgár ölő, mert ha igazak a krónikák, akkor 6000 foglyul ejtett bolgár harcost vakítatott meg. És minek számítanak a további hadjáratok, amikor a magyar expanzióra sor került, Horvátország, Dalmácia, Ráma, Halics, Lodoméria, és a többi, és a többi. Nézzük meg azt, hogy voltak-e igazi rabló zsákmány szerzőháborúk. Hát majdnem azt mondanám, hogy szinte csak azok voltak. Tessenek gondolni a vandál Alarik hadjáratára Róma ellen Krisztus után 408-ba, amikor tételesen lerombolta Rómát. Nézzük meg Nagy Károly hadjáratait, minden világtáj felé háborúkat viselt, még akár megemlíthetném a Chanson de Roland, amit a trubadúrok írtak meg, ami a Hiszpániába vezetett hadjárat volt a mórok ellen. Vagy a brutális terjeszkedését Szászország irányába. Vagy hogy más nem mondjak, a 700-as évek végén az avar hadjárat, amikor az avar vezérek közötti háborúskodás eredményeképpen háborúba legyőzte őket, feldúlta az avar birodalmat, és állítólag 14-15 tár szekérrel vitte ki az avar kincseket Nyugat-Európába, vagy mit mondjuk a vikingekről. Nagyon népszerű mostanában a vikingekről szóló filmsorozat, hát semmi másról nem szólt, csak a gyilkolásról, és csak a rablásról, és mivel legkönnyebben a kolostorokat lehet elfoglalni, ahol kincsek vannak, a kolostorok verdulásától. De hogyha a történelmi időszakokat veszünk, ezt az időszakot megelőzően és utána a zsákmányszerzés, a rablás, fosztogatás, gyilkolás mindenütt jellemző volt. Mondanék egy-két példát azokból a korokból, amik követték ezt az időszakot, amit tárgyalunk. Tessenek gondolni Konstantinápoly elfoglalására a keresztesek által Krisztus után 1204-ben lerombolták, kifosztották szinte a világ fővárosát, vagy tessenek gondolni, itt felírtam másik nagy
Metropolis megtámadását 1526. 5. Károly csapatai, a Sacco di Roma, ugye híres a történet, hogy a pápa az angyalvárba vonult vissza, és pár száz svájci zsoldos állt ellen a több mint 20 000-es német-római seregeknek. Tessenek belegondolni Amerika felfedezésébe, hát mi történt utána? Kontinensnyi embertömegeket írtottak ki, és fosztottak ki, bár volt a hittérítés jellege ezeknek a eseményeknek, de nem vitás, hogy elsődleges célja a rablás és a zsákmányolás volt. A Szovjetunióról nem beszéljünk, még a szüleink emlékezetéből mi is átörököltünk ezzel kapcsolatos ismereteket. Mi volt a fő cél ebben a korban, tehát a 900-as években a három nagyon jellemző háborús esemény sornak? Ezek között említeném elsősorban az arabokat, kicsit megelőzően, mert tulajdonképpen Mohamed futására gondolhatunk Mekkából Medinába, ahol békés emberként indította a menekülést, de amire Medinába megérkezett, gyakorlatilag meghirdette a hittérítő háborúkat. 100 év alatt elfoglalta a római, majd később kelet-római birodalom teljes területét a földközi tengertől délre. Átkeltek Jebel al-Tariq vezetésével Hiszpániába, mindez 100 év alatt történik. Jebel al-Tariq nevéből van a Gibraltár, Chanson de Roland említettem, átkelnek a Pireneuson, és hogyha nem veri szét őket Martel Károly Krisztus után 731-ben, akkor lehet, hogy a franciák már 1000 éve szoknák az arab nyelvet. A következő, a vandálok hadjáratai, Alarikot említettem, de utána megjelennek a földközi tenger medencéje mellett végig, királyságot alapítanak több helyen. Nagyon emlékezetes az észak-afrikai szereplésük, aminek egyetlen egy célja volt a rablás. Magyar hadjáratoknál mit tudunk elmondani? Hát először is a harcokat azért vívták, hogy visszavegyék Attila örökét, tehát meg tudják szállni a Kárpát-medencét. A Kárpát-medence megszállása, elfoglalása után összbirodalmi támadás érte a magyar seregeket, lehet vitatkozni, hogy az eliminandos mit jelent, hogy kiirtani, vagy csak úgy előzni, hogy az emlékük se maradjon meg. És ennek az élménynek a hatására az ország integritásának a biztosítása, a szuverenitásának a megőrzése olyan módon, hogy a környezetben, ahol erőközpont jöhet létre, ennek a kialakulását háborúkkal megelőzni, úgyhogy mindig a gyengébb felet támogatjuk, vagy majdnem mindig a gyengébb felet támogatjuk az erősebb ellenében. Nyilvánvalóan, hogy az adófizetés, ami már megjelenik Attilánál, hiszen mind a két római birodalom adófizetője volt, az avaroknak ugyanolyan adót fizetett a bizánci császár, mint amennyit a hunoknak fizetett megelőzően 150-200 évvel, és nyilvánvalóan, hogy a háborúk során, amihez a harcosok hozzájuthattak, a zsákmánynak tekintették, de nem volt olyan esemény, ami a történelemben számos alkalommal előfordult, hogy 3 napos szabad rablás. Ókorba is, középkorba is, újkorba is. Nyilvánvalóan a hadsereget állandó tréningben, mozgásban, gyakorlatozásban tartották a hadjáratok. Ennek révén be tudott avatkozni a magyar nagyfejedelemség az európai katonai politikai helyzetbe,
Többek között az előbb említett módon. Ha valaki sákmányt akar szerezni, ahhoz szállító eszközök kellenek. Hát nyilván az arabok nem nagyon szállítgatták a kincseket, mert egész országukat foglaltak el a hit nevébe, de egyértelműen az anyagi gyarapodás ennek mindenféle értelemben része volt. A vikingek a hajóra nagyon sok tonnát fel tudtak pakolni. Tehát a hajó igenis egy rendkívül komoly szállítóeszköz, nagyon sok-sok 10-100 társzekérnek a tartalmát fel lehetett a hajóikra rakni. A magyar háborúk esetében nincsenek hajók, a nagy folyókon vagy átúsztatnak, vagy tömlőket használnak, ez a málha része. A harci lovak mellett málhás lovakat vittek magukkal, de az első sorban a ellátmányt szállította, sátrakat, pótfegyvereket, és a többi, és a többi. Hát mit tudott magával hazahozni egy harcos? Hát nyilván fémpénzeket, fémeket, nemes fémeket és ékszereket. De ennek a mennyisége korlátozott volt. Következésképpen az eddigieket összefoglalva, magyar hadjáratok, akkor kalandozó hadjáratok, zsákmányszerző hadjáratok, ha minden egyes háború zsákmányszerző és kalandozó hadjárat. Emellé jön még egy körülmény, hogy teljesen egyértelműen fel lehet ismerni azt, hogy ezek a hadjáratok központilag szervezettek, tervezettek, irányítottak és kivitelezettek voltak. Jellemzője volt ezeknek a hadjáratoknak, de jellemző volt ez megelőzés a későbbi időszakokra is, kivételektől eltekintve, hogy soha nem az uralkodó, nem a nagy fejedelem vezette. De előfordult, hogy trónörökös vezette, előfordult, hogy Árpádházi hercegek vezették, és a törzsek vezetői vezették. Soha nem a teljes haderő vett benne részt, amit körülbelül 50-60 ezer harcosra lehet becsülni, hanem mindig csak ennek a töredék általában néhány ezer harcos, egy-két kivételtől eltekintve, például a 954-es búcsúféle hadjáratól a résztvevők számát 30-35 ezerre becsülik, vagy a következő évben vezetett hadjáratot, amit 8-10 ezerre. Ezekben a hadjáratokban mindig egy vállalkozó, törzsi vezető, az előbb felsoroltak valamelyike vett részt, és hozzá csatlakozott egy-három törzs a saját törzseiknek a vállalkozó önként jelentkező harcosai. És nyilvánvalóan kísérte a málha, a trén, ahogy régebben mondták, vagy a vonat, ami ugyancsak egy régebbi magyar katonai kifejezés, akiknek a létszáma néhány száz ember lehetett összesen. Az, hogy a magyarok hogy harcoltak, nyugat-európai krónikákból is többé-kevésbé ismerjük, de talán a legteljesebb leírást Bölcs Leó császár adta, aki a Taktika című művében leírta a magyar hadsereg felállását, felépítését is, és a harcmodort is. A magyar hadseregekre a korban nem volt jellemző a gyalogság. Tipikusan lovas hadjáratokat vezettek, amiben a könnyű lovasság volt messze túlsúlyban. Persze voltak közöttük olyan egységek, amelyek akár fémből, vagy speciálisan készített bőrből, vagy ruha darabok esetében posztot viseltek. A magyarság esetében nagyon-nagyon lényeges dolog, hogy évszázadok, évezredek hosszú folyamatában
életformává vált a lomászkíták. Tessenek visszagondolni a görög félistenekre, a félig ló és félig ember ábrázolásokra, amikor úgy érezték, hogy összenőtt a ló és a lovas. A gyermekek pár éves koruktól lovagoltak, Attiláról leírják, hogy állandóan lovon közlekedett, Priscos Rétornak is lóra kellett ülnie, hogy a császár nevébe tárgyalni tudjon. Sőt, vannak olyan krónikák, amelyek azt írják, hogy mindent lóról végeztek. A munkájukat, a vadászatot, a közlekedést, a háborút. Ugyanilyen nagyon lényeges dolog, hogy az így használatát is már gyermekkorukban elkezdték tanulni, és mire felnőttek lettek, az idomított lovaikon tökéletes íjászokká váltak. Speciális volt az íj, messze a kornak a legjobb íj, amivel 6-800 méterre lehetett lőni, és egy fegyelmezett hadsereg vezényszóra lőtte ki a nyilait. Ez olyan volt, mint a géppuska, vagy több puska adott jelre, amikor lead egy rövés, rendkívül pusztító erejű volt. Magyar nyillal 6-800 méterre lehetett lőni, de a készség, amivel kezelték, 40-50 méterről pontlövéseket tett lehetővé. Ami azt jelenti, hogyha az ellenség viselt páncélt, páncélsisakot, a sisak résein keresztül a koponya alapra, a szemre, lamina kribrózó, orrgyökön keresztül tudták az ellenséget megtizedelni. A háborúban mindig 3-5 idomított vezetéklovuk volt, hogy harc közben meg tudják őrizni a gyorsaságukat és a frissességüket. Nyerget használtak, és a szkíta találmányt, a kengyelt. A kengyelnek az a jelentősége, hogy meg tud támaszkodni, fel tud a nyerekből emelkedni, és a lovat úgy idomították, hogy nem kellett egyik kézzel se kormányozni, ezt érdemben meg tudták tenni. Ennek a hadseregnek az előnye a nyugatiakkal szemben az volt, hogy rendkívül gyors volt, rendkívül igénytelen volt az ember is és a ló is. A harci lovak egy típusú lófajtához tartoztak, a málhás lovak ennél lényegesen még igénytelenebb, nem voltak idomítva, lomhábbak voltak, de alkalmasak voltak. Terhelhető volt, és a lovas hadsereg támadása az egy rendkívüli lökőerőt jelentett, amit ha egy stabil, fix, főleg páncélos falba ütközött, akkor nem volt eredményes. Ezért nem támadták meg, hanem távolról nyilaszták, megbontották az ellenség hadrendjét, megfordultak, visszafelé vonultak, miközben az egységes acélfal felbomlott, magányos üldöző lovasokra, akiket már nagyon könnyen meg tudtak ölni. És még egy dolog, egy szoktatott, trenírozott hadsereg a vezényszavakra könnyű lovasság esetében hihetetlen módon képes manőverezni. A mozgásai előre, hátra, bekerültő hadművelet, és a többi, és a többi. Nem győztem eléggé dicsérni a kor legjobb fegyverét, a magyar íjat, amely visszacsapói volt, tehát a felhúzott állapothoz képest pont ellenkező módon tartották a íjat hordozó tartóba, ugyancsak mellette viselték az övükön a nyílvesszőket, de mivel általában egy tegezbe 40-50 nyílvessző fért el, ami mondjuk egy éves hadjárat során nem volt elegendő, ezért szállították a tartalékokat ugyanúgy, ahogy a többi fegyver esetében is. A magyar harcosnak a fegyverzetéhez tartozott a kelvéz. Ez hajító dárta, amit
megint csak kellő távolságból tudtak elhajítani, úgyhogy az ellenség a dárdájával, láncsájával, kardjával nem tudta őket elérni. Természetesen közelharcos használtak kopját, láncsát. Nagyon lényeges a szabja használata szemben az egyenes karddal, ami nem csak szúrásra és vágásra alkalmas fegyver, hanem hasításra. Nagyon lényeges különbség. Kiegészítő fegyver volt a fokos, és ahogy említettem, használtak fémből, bőrből készült páncélzatot is. Hát a vonathoz tartoztak a kisegítő emberek. Ennek a hadviselési módnak voltak bizonyos hátrányai, amit igyekeztek elkerülni, de nem mindig sikerült. Például állandó mozgásba kellett lenniük a lovak etetése és itatása miatt. Ha le kellett szállniuk a lóról, vagy közelharcba keveredtek, akkor nyilván a erősebben páncélozott, a közelharcra kiképzett fegyverekkel hátrányba voltak az ellenséggel szemben. És ugyancsak hátrány volt, ha nem tudták megbontani az ellenség egységes arcvonalát. A nyugat-európai hadseregre jellemző volt az, hogy szinte csak gyalogosokból állt, amely fel volt fegyverezve egyenes karddal, páncéllal, ahogy az idő telik, a hadjáratok kezdete óta egyre inkább, ezt majd röviden megemlítem, tehát egyenes kard, páncél, pajzs és láncsa. Lovak is voltak a nyugati hadseregekbe, de elsősorban szállítóeszközként. Tehát a nehéz páncélokban nem lehetett gyalogolni 5-10-20 kilométereket szembe a magyar hadsereg napi átlagos 20 kilométeres menetteljesítménnyel, ami harcok esetében elérhette az 50-60 kilométert is naponta. Hát a nyugati hadseregek páncélzatát, málháját szállították a lovak. Tehát amíg a magyar ló harci eszköz volt, a lökőroham önmagában a nyílsebességét, a lónak a vágtája, a ló gyorsasága meghosszabbította. Ez a nyugati hadseregekben nem így volt egy darabig. Amikor tapasztalatokat szereztek az egymást követő keleti frank, majd német-római császárok, ugye mondhatnám elsőként Arnulfot, akinek a szövetségében megszálltuk a Kárpát-medencét, akinek a szövetségében megtámadtuk Lombardiát, Berengáriát, ennek a vége lett a brentai csata. Rögtön utána megölik, ezért nem vonulnak ki a Dunántúlról a magyarok, mert az Arnulffal kötött szövetség Arnulff halálával megszűnt. Utána jött a fia gyermek Lajos, 907 Pozsony. Tehát a háborúknak a megvívása során tapasztalatok gyűltek. Ugye gyermek Lajos után jött egy másik dinasztia, a Konrád átmeneti időszaka utáni 100 dinasztia első uralkodója Madarász Henrik. Madarász Henrik, majd a fia első Ottó értelmezte a magyar hadviselést, és a lovas hadsereget elkezdte megszervezni. De a lovas hadseregében már nem a könnyű lovasságot, hanem a még nagyobb lökőerőt képviselő, erőteljesen páncélozott lovasságot építette fel, persze a gyalogosok maradtak. A lovasságnál már próbáltak lovat tenyészteni, nem nagyon sikerült. De mégis a lovasságuk felállt. Felfegyverezték két élő egyenes karddal, egy hosszú láncsával, hogy el tudják a könnyű lovasokat érni, és meghonosították a nyilat is. Én próbáltam fölmérni, hogy a szám szerint mikor jelent meg a történelemben, nagyon régen. Kínában már Krisztus előtt használták, és nem tartom kizártnak azt se,
hogy már Madarász Henrik és Ottó seregében számszeríjak is voltak, ami elvileg hosszú távra használható. De azt biztosan tudjuk, hogy a jellegzetes íj az egy meghajlított fadarab volt. Messze nem volt attól a összetett, visszacsapó magyar íjtól. Ez tulajdonképpen az elődje volt az angolok hosszú íjának. Minden esetre a lőtávolság az körülbelül 200-300 méter lehetett. A magyar hadjáratoknak mi volt a jellemzője, ami olyan katonai fölényt eredményezett, hogy a 900-as években gyakorlatilag semmi nem történt Európába, amit a magyar hadsereg révén a magyar állam ne tudott volna kontrollálni, befolyásolni vagy módosítani. Itt megint Bölcs Leo taktikájára hivatkozok vissza, aki leírja, hogy teljesen egyértelműen a hadseregnek az alapja a lovasság volt, könnyű lovasság volt. Maga a harci modor, az a cselvetés, a megfutamodás, visszatámadás. De a gyakorlatban ez hogy nézett? Úgy, hogy a tagolt volt, a hadsereg volt egy előrs. Az előrsnek része volt a felderítők, akik a szélrózsa minden irányába fél nap, vagy akár több nap járó távolságra figyelték, hogy a környéken mi történik. Ha bejött a jel, hogy ellenség van a láthatáron, a hadseregnek a középső része rendkívül gyorsan felállt. Tagolt hadsereg volt, aminek az első hadsorában egy vagy két harcvonal fejlődött fel, könnyű lovasok voltak. A feladatuk az volt, hogy megközelítsék az ellenséget, nyílszápot bocsássanak rá. Előfordult az is, hogy egymással ellentétesen körbelovagoltak, és koncentrikusan zajlott le a nyilazás, és azért volt csak egy-két sor, hogy egymást ne akadályozzák a nyilazásba. Ha meg tudták bontani az ellenséget, akkor rögtön megindult a támadás, ha nem, akkor megfutottak, és csalogatták visszafele a saját ütő erőt képviselő következő harcvonalukig, ami nagyon sűrű sorokból állt, egymás mögött helyezkedtek el a harcvonalak, és akkor avatkoztak be, amikor úgy érezték, hogy el lehet dönteni a csatát, majd lehet folytatni a megsemmisítésig az ellenség üldözését. A taktikának része volt, hogy oldalt is elhelyeztek különböző csapatokat, általában fedve, tehát domborzati viszonyok erdők területén, hogy amikor az üldözők beérnek abba a kanálisba, aminek a két oldalán és a végén magyar harcosok vannak, akkor a csatának az eldöntése megtörténhet. A hadrendnek része volt a málha, ami általában a zöm mögött egy másfél kilométerrel helyezkedett el, értelemszerűen fegyveres védelem alatt. A következő esemény a megsemmisítő üldözés volt. Egyébként ez a taktika végigvonult teljesen egyértelműen Szent László és a többi egészen Hunyadiék, sőt még a huszárság megszervezése során is. Ezeknek a hadjáratoknak és ezeknek a csatáknak az irányítása tökéletes volt. Művészi színvonalú volt. Ami azt jelentette, hogy kiválóak voltak a hadvezérek, és kiválóak voltak a harcosok. A fegyelem, az edzettség, a gyakorlottság és a bátorság. Egyetlen egy esetben érte el a hadsereg létszáma ezt a számot, ez a 954-es volt. A magyar hadseregek elképesztő teljesítményeket nyújtottak, eljutottak ebben az időszakban, ebben a 100 évben, Atlanti-óceánig, Hispániáig, második Hugo római király megbízásából,
mórok ellen vonultak, inkább azért, hogy ne Itáliába, hanem Hiszpániába jeleskedjenek. Majdnem Kordobáig jutottak, és Léridát kellett volna elfoglalni, ez egy kicsit északabbra van, de észlelték a ellenség túlnyomó erejét, és inkább visszavonultak. Ez is a taktikának a része volt. Eljutottak az olasz sírt a sarkába, Trentóig, eljutottak Otrantóig. Bizáncba szinte úgy jártak a Balkánon keresztül, mint haza bennének, eljutottak Brémáig, az északi tengerig. Közben átkeltek 8 nagy európai folyón, itt már tömlőket használtak, számtalan kisebb folyón, patakokon, a számuk több száz, óriási hegyeken, Alpok, Balkán és az Apenninek. Ezek a menetteljesítmények olyanok voltak, amelyek meghaladták még Attila hadjáratait is. A leghosszabb hadjáratnak a távolsága 5000 kilométer volt. Kanyarodott észak felé, Franciaország terület, mostani francia területeken húzódott délre, eljutottak, úgy, ahogy említettem, Leridáig, utána visszafelé még tettek egy kis kitérőt a mostani Olaszország területén, és gyakorlatilag veszteség nélkül hazatértek. Hát ha beletetszene gondolni Attila Katalaunumig tartó hadjáratába, az az út távolságát tekintve körülbelül a fele volt. A legfontosabb hadjáratokat tüntettem fel, és amit aláhúztam, azok voltak a leglényegesebbek. Tetszenek látni, ami alá van húzva, az meg van csillagozva. Ha időbe követem 907 után, hogy mi történt, vagy akár előtte Brentánál, akkor majdnem azt mondom, hogy koncentrikus körökben növelték a távolságokat, tehát nagyon úgy néz ki, hogy bár legtöbbször szövetségbe meghívásra harcoltak, de mindig pontosan felmérték azt, hogy milyen eddig még nem meglátogatott, vagy nem végigharcolt területekre jutnak el. Tehát a felderítésük kiváló volt. A hadjáratok közül azért emeltem ki a 892-est, mert azt tette lehetővé, hogy Árpádék a két hágon Magyarországra bevonuljanak. A lombardiai, tehát a Pó völgyében Berengár ellen megvívott háború azért volt nagyon lényeges, mert Arnulf kérésére, tehát a keleti frank király kérte a magyarok segítségét, Lombardia királya ellen, kvázi a Longobárd király ellen, akinek ambíciói voltak a keleti frankokkal szembe. A csata egyszerűen elképesztő volt, mert megjelentek 899-ben, úgy, ahogy szoktak, több ágra váltak, eljutottak a Szent Gotthárdig, eljutottak Velencéig, Velencének bizonyos részeit. Meg is szállták, aztán a velencei hajóhad végül is megakadályozta a város teljes elfoglalását, de tessenek belegondolni, amikor megjönnek a gályák, és úsznak velük szembe a harcosok. Na most ugyanezek a harcosok, miután összevonta Berengár a seregeit 3 szoros létszámba, és visszavonták a magyar csapatokat, meneteltek a Pó felé, átkeltek a Pón, majd a Pó túloldaláról visszatértek, bekerítették Berengár seregeit, és teljesen szétverték. Hát essenek bele gondolni, az a Pó nem kicsi folyó. Amikor lovagolnak át, és már elkezdődik a nyílzápor. Na lényeg, hogy annyira szétverték a lombard seregeket, hogy azt a telet, ha már egyszer ott voltak, ott is töltötték. És mivel meghalt Arnulf, visszafele megálltak. A Dunántúlon elfoglalták Pannoniát, mert már nem kötötte őket a szövetség. Na ez a győzelem azt jelentette, hogy a következő 20 évben Berengár kérte az ő segítségüket,
Szövetségbe harcoltak, Lombardia felől se onnan, se máshonnan. Támadás Magyarországot nem érte. Csak amikor fellángoltak a harcok Lombardiába a 920-as évekbe, akkor jelentek meg ismét, közben pedig megkapták az évi adót Lombardiától. A következő a pozsonyi csata, elég sok szó esik, hála Istennek erről. Arnulf fia, Gyermek Lajos indította. Azért nem mondom, hogy pozsonyi csata, mert ez nem egy csata volt tulajdonképpen, mert miután Pozsonynál a Duna két oldalán lévő hadsereget és a dunai hajóadat szétverték, üldözték a birodalmi seregeket, és ez birodalmi sereg volt, összbirodalmi sereg volt. Üldözték őket egészen Enzburgig. Enzburg mellett még egyszer megverték őket, alig tudták Gyerek Lajost kimenekíteni. Ez azt jelentette, hogy elfoglalták a Nagy Magyarország területét, és megvédték. És ettől kezdve a következő összbirodalmi támadás 1030-ban történt, amit második Konrád vezetett, egyébként Szent Imre unokatestvére, de ez már nem a Szász dinasztia, amelyik Madarász Henrikkel kezdődik, hanem ez már egy új dinasztia, a Száli dinasztia, aminek a trónjára nem csak második Konrád tarthatott unokatestvére lévén második Henriknek, hanem ugyanolyan jogalapja volt Szent Imrének is. Ezt követően jött a birodalmi Vatkan egy év múlva. A következő, amit kiemelnék, az a 937-es hadjárat, ha megtetszenek találni a térképen. Ez is egy brilliáns hadjárat volt, mert egy nagy észak-európai kirándulással kezdődött. Akvitánia és Franciaország határán tettek egy kanyart délfele és vissza kelet felé. Természetesen mindenütt a megfelelő harcokat, megfelelő sárpányokat megszerezik, átkeltek az Alpokon. Semmivel nem könnyebb egy lovas hadsereggel átkelni, mint a híres alpoki átkelések, például Hannibal esetében. Utána kelet felé fordultak, és úgy tértek vissza a Kárpát-medence területére. Ezt azért emeltem ki, nem csak a katonai bravúr miatt, hanem amiatt is, mert az egész hadjáratnak a megtervezése, a kivitelezése rendkívül magas fokú hadvezéri teljesítményt követelt meg, és ez a feltétel megállt. Ehhez hasonlítható a 954-es hadjárat, amit Búcsú vezetett, feltehetően a 37-eset is ő vezette, tudnék, ez az az időszak, amikor meghal Madarász Henrik, és belép utódjaként Első Ottó. És az Első Ottó búcsúféle háborúskodás története 37-től 55-ig tart. Ez majdnem 20 év. Két egészen kivételes képességű emberről beszélünk. Ennek a hadjáratnak a hatótávolsága is 3-4 ezer kilométer volt, és ha ezt össze akarjuk vetni az előző és az ezt követő hadjáratokkal, akkor azt tudom mondani, hogy meghaladta Attila hadjáratát, ez is, nem csak a 937-es, és utána a következő hadvezér, aki ezt a produkciót végrehajtotta, az Batukán volt. Tehát nyugodtan kimondhatjuk azt, hogy ennek az évszázadnak a legnagyobb hadvezére Búcsú volt. Össze akarnánk hasonlítani a modern korokkal, akkor olyan volt, mint úgy emlegették, mint a 19. században Napóleon. 20. században nem is tudom, kit mondjak, Stalint vagy Churchillt vagy bárkit.
Ezt csak azért említem meg, hogy érezzük azt, hogy a magyar katonai erő a kor Európájában mit jelentett. A hadjáratok száma attól függ, hogy mekkora időtartamot nézzünk. 47-50 között volt, ebből elveszítettek 4-5-öt, attól függ meg, hogy mit számolok. Nagyon érdekes az, hogy nyugatra és délre vezették. Ugye a kérdés az, hogy miért nem vezettek északra, talán egyszer a mostani lengyel területre, de többször nem, és miért nem vezettek keletre? Hát nyilván azért, mert nem érezték úgy, hogy ott kialakulhatna egy jelentős erőközpont, se a kijevi rusz területén, se akkor még a nagyon fragmentálódott lengyel területeken, és feltehető, hogy azért se, mert barátságos viszonyba éltünk velük. Az, hogy szervezettek voltak a hadjáratok, bizonyítja az, hogy magyar csapatok ezzel az alatt a 100 év alatt 6-szor vezettek egyszerre, ugyanabban az évben kétirányú hadjáratot. Egyetlen egyszer fordult elő, hogy két magyar csapat találkozott 100 ország területén, az egyik már befejezte a szövetség keretében a hadjáratot, de megjelent egy másik is. Nem egymással harcoltak a zsákmányért, ez is mutatja, hogy a zsákmánynak mi volt a szerepe, hanem a második hadsereg is megtette még egyszer ugyanazt a kört, biztos, ami ziher, nem maradt ellenállás, és ők is megrakodva tértek haza. Nagyon szépen köszönöm a türelmüket és a kitartásukat.